A Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában fontosnak tartják, hogy a gyerekek ne csak magával az angol és német nyelvvel, hanem az adott nyelvterülettel, a kultúrával és a szokásokkal is megismerkedjenek. Megtartjuk a Pancake Day-t, azt ott február-március eleje, aztán beszélgetünk a királynő születésnapjáról, most ugye a haláláról, ezzel kapcsolatban kiírtunk egy versenyt a hetedikeseknek, és talán ezek a legfontosabbak, ami előkerül. A németeseknél meg nyilvánvalóan a Márton nap, azon is túl vannak, már sikeresen zárták ezt a programot most novemberben. November 24-én hálaadás napi partira egy zenés táncos programra várták a felső tagozatos gyerekeket az iskolába. Végre meg tudtuk rendezni a Thanksgiving partit, ami egy hagyomány. Felső tagozaton az angolosok, mi az angol munkaközösség, valamint a 8. osztályfőnökök szervezzük ezt a partit felső tagozatosoknak. A hálaadás napja egy olyan nap, mikor hálát adunk valamiért. Amerikában arra emlékeznek ezen a napon, hogy az első telepesek az Újvilágban az indiánok segítségével élték túl a mostoha körülményeket. Örömük és hálájuk kifejezésére a telepesek ünnepséget rendeztek. A hagyomány ezt az eseményt tekinti a hálaadási ünnep megszületésének. Reggel már, tehát a tanórák folyamán már ráhangolódtunk egy kicsit az ünnepre. Különböző feladatokat oldottunk meg ezzel kapcsolatban. Egyáltalán elbeszélgettünk a hátteréről ennek az ünnepnek. A hét elején, hétfőtől kihirdettünk egy tökfaragó versenyt. A gyerekek hozhatták az általuk kifaragott tököket, és ezt ma fogjuk díjazni. Valamint kértük őket, hogy a dekorációhoz, hogyha van nekik olyan őszi termés, ami passzolná ehhez az ünnephez, akkor kértük, hogy hozzanak. Az este során a diákok megkóstolhatták az ilyenkor hagyományos karamellás almát, táncolhattak az iskola kis torna termében, ahol Dózsa Tamás testnevelés tanár szolgáltatta a talpalávalót, valamint tombola sorsoláson tehették próbára szerencséjüket.